Az eheti hírekben jön a Minecraft Story Mode, megvan erősítve a GTA 5 PC megjelenésének dátuma, a Heroes of the Storm zárt beta hamarosan kezdődik, jön az első Assassin's Creed Unity DLC, és kín van a Witcher 3 hivatalos gépigénye. Mindenről hamarosan a Rider Gaming heti hírekben. A CD Projekt Red nemrég kiadta a Witcher 3 hivatalos gépigényét, ahogy ez kell minimum és ajánlott részben. A minimális gépigény egy Intel i5 2500K 3,3 GHz-en vagy egy AMD Phenom 2 X4 940, videokártya szempontjából egy Nvidia GTX 660 vagy egy AMD Radeon HD 7870 lesz a minimum, és RAM-ból pedig 6 GB-ra lesz szükségünk. Az ajánlott gépigény pedig egy Intel i7-es 3770 3,4 GHz-es, vagy egy AMD FX 8354 GHz-es processzor. Videokártya szempontjából Nvidia GTX 770, vagy egy Radeon R9 290 és 8 GB RAM. Ha meggondolja az ember, AAA-s új generációs konzolokra jövő játékoknál körülbelül ez a gépigény. Kb. Ilyesmire kell számítani, a Watch Dogs is hasonló gépigénnyel indult. Valamint az Assassin's Creed Unity is 6 GB-mal fut minimum. Assassin's Creed Unity. A játék, amiről az újságírók már akkor tudták, hogy rossz, amikor még meg se jelent. A Deadly Kings DLC eredetileg a Season Pass alapkövének számított, viszont amikor a Ubisoft rájött, hogy mennyire pocsékül is tartotta a Unity, úgy döntöttek, hogy megkapja mindenki ingyen. A Deadly Kings DLC hatalmas katakombákban fog játszódni, ami tel is tele van halálos csapdákkal. Nem játszottam még a Unity-vel, nem is biztos, hogy fogok, de legalább jó hír az, hogy Ubisoft rájött, mennyire pocsék munkát végeztek a legújabb Assassin's Creed-del, ezért mindenki megkapja az első DLC-t január 13-án. És mi lesz még január 13-án? Elkezdődik a Blizzard Mobile-jának, a Heroes of the Storm-nak a zárt bétája. Még többen betegednek majd be, hogy játsszák a játékot, de természetesen nem csak erről lesz szó, ugyanis a zárt bétával megnyílik a ranked játék. Ranked meccsekben az ember 50-es szintről indul, és draft húzással választhatunk majd hősöket. Természetesen a cél az első szint. Mit is jelent az, hogy draft húzás? Lényegében egy meccsben két ugyanolyan hős nem lehet, ezért felváltva választanak a játékosok hősöket. Először az egyik csapat, utána a másik csapat. A ranked játék még nagyon-nagyon kísérleti stádiumban lesz, ezért szezonok, évadok még nem lesznek, de a Blizzard mindenképp gondolkozik rajta, és a teljes játék megjelenésekor lehet rá számítani. Ha már szóba jöttek a megjelenések, a Rockstar nemrég megerősítette, hogy bizony-bizony január 27-én kerül a polcokra a GTA 5. Ez csupán abból a szempontból érdekes, hogy a Steam oldalán még mindig kora 2015 van bejelölve a megjelenési dátumnak. Talán csúszni fog picit a dolog? Minecraft Story Mode. Még tavaly lett bejelentve, hogy a Walking Dead-del elhíresült Telltale Games a Mojang-gal együtt készít egy Minecraft kalandjátékot. Bár hivatalosan még csak annyit tudni, hogy 2005-ben jelenik meg. Nekem van egy olyan érzésem, hogy ez valamikor nyáron fog megtörténni. Elég sokat Minecraftoztam életemben, és vidám, színes játéknak tartom, olyan nyára valónak. Ami érdekesség, hogy a Telltale szerint a Minecraft Story Mode nem akar majd semmiféle hivatalos háttértörténetet kreálni a játéknak, hogy ugye miért vagyunk a játékban, miért csináljuk azt, amit csinálunk. Bár ezt egy történet központú játékban nem tudom elképzelni, hogy lehet megcsinálni. Kíváncsian várom. Ennyi lenne az eheti híráradat. Jövő héten új hírekkel várlak majd titeket, de addig is. Mi a véleményed a Witcher 3 gépigényéről? Mit szólsz az ingyen Unity DLC-hez? Jelentkeztél a Heroes of the Storm bétába? Megveszed a GTA 5-öt, amikor megjelenik? Valamint! Mi a véleményed a Minecraft Story Mode-ról? Rider voltam, és mint mindig. Játsz tovább!